Zsors Födó bohózata audionarrációval. Födó gorcsú alá veszi mindennapi életünket, a házastársi hűségről vagy épp hűtlenségről meglévő sztereotípiáinkat, felnagyítja azokat, hogy könnyen magunkra vagy a mellettünk ülőre ismerhessünk. Üdvözlöm Önöket! Lendvai Zsóka vagyok, az AKU, az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért Egyesület munkatársa. A Vörösmarty Színház a Hülyéje című előadását a közönség látássérült tagjai számára akadálymentesített formában is játsza. Önök most Petneházi Emőke a darab fontosabb vizuális elemeiről szóló előnarrációját hallgatják. Kérem tartsanak velem a következő pár percben, hogy még teljesebb legyen az élmény az akadálymentesített előadáson. A hülyéje fehérváron, Színlap. Szép is az, hogy ásó kapa, na meg a nagyharang, de mégis mind izgalomra vágyunk, megkapni az elérhetetlent, s ha már úgy is megtörtént, megbosszulni a megbocsáthatatlant. Hát ha aztán végül kitör a családi béke, és visszatalálunk a házastársi hűség ingatak biztonságába. Erről szól Födő egyik legtöbbet játszott fergeteges bohózata. Hanvai Kornél nyelvi humorban bővelkedő fordításának felhasználásával készül a félrelépések, félrenézések, félreértések és rajtaütések sorozatát bemutató vígjáték. Szereplők Egyed Attila, Varga Gabriella, Andrássi Máté, Závocki Noémi, Keller János, Kelemen István, Kerkai Rita, Varga Lili, Kozári Ferenc, Váradi Eszter Sára, Kricsár Kamil, Benkő Kovács Gergő, Soltész Rita, Juhász Illés. Alkotók, rendező és díszlettervező Vidder Kristóf, jelmeztervező Kárpáti Jenikő, rendezőasszisztens Haszman Kata. Az előadás hossza két óra 30 perc egy szünettel. Színpadkép. A színpad tér hátsó harmadánál egy íves fal húzódik végig. A fal körülbelül két és fél méter magas. A falon középen egy dupla szárnyú ajtó, annak jobb és bal oldalán további öt-öt szimpla ajtó nyílik a térbe. Az ajtók és a falak lilára, okkersárgára és rózsaszínűre vannak festve. Minden ajtó a saját árnyalatától erősen eltérő színű faló helyezkedik el. Így a díszlet leginkább egy édes, mézes mázas nyalókát juttat a néző eszébe. A szereplők a rengeteg ajtón át lépnek elő és vissza, szaladnak ki és be, keresve, kutatva, követve egymást. Egy igazi franciás kavarodás francia sanzonok dallamára. A további díszlet minimális. A játékban előkerül egy-két leegyszerűsített formájú bútordarab. Egy kanapé, fotelek, egy ágy, egy kis asztalka, székek és éjjeli szekrények. Ezeket a bútorokat az előadás nagyobb részében a színészek maguk tologatják, mozgatják a következő jelenetnek megfelelően. Az átrendezés alatt francia dallamok csendülnek fel. Szereplők A házaspárok A vátlen házaspár Krépin Vátlen, Egyed Attila. Középkorú, elegáns ügyvéd kisé magának való férfi, sűrű, hullámos haját oldalt elválasztva hordja. Nagy, fekete keretes szemüvege, szeliddé, naívvá varázsolja arcát. Nős, az ő felesége, Lucien. Lucien Vatlen, Varga Gabriella. Vonzó, fiatal, 25 éves hölgy. Több férfi csodálója akad. Társadalmi és anyagi helyzetének megfelelő, drága, divatos, de nem kihívó ruhákat visel. A feje tetején magasra fésült haja, majdnem a derekáig ér. Időnként kontyot készít magának. Egy intim pillanatban átlátszó, csipkés felsőt és zöld, rövid ruhát visel. A pontanyag pár. Edmond Pontanyak, Andrási Máté. Fiatal, lendületes férfi, magas, jóképű ember, a női nem nagy csodálója. Nincsenek erkölcsi aggájai, ha a hölgyek meghódításáról van szó. Divatos, feltűnő mintázatú és színű öltönyöket hord. Viselete ellenpontozza ügyvéd barátja diszkréten, elegáns, talán kisé unalmas öltözetét. Madame Pontanyak, Závocki Noémi magas, feltűnő jelenség, női és idomait kihangsúlyozó, csillogó, testhez álló ruhákat hord, retikülje és kesztyűi hibátlan harmóniát kölcsönöznek öltözetének. Haja konzervatív konyban van összefogva. A pensárházas pár Pensár Kozári Ferenc, idős, bajuszos katonaorvos. Fekete katonai zubbonyt és élére vasalt katonai nadrágot visel. A zubbonyon aranyszínű vállapok díszeleknek, gombjai aranyszínűek. Katonai sildes sapkájára arany stráfokat és egy címert vartak. Madame Pensár, Váradi Eszter sára. Idős hölgy, a katona orvos felesége. Mosolygós asszony, aki csak nem, teljesen siket. Az arcán megjelenő mosoly gyakran bugyutának tűnik, mivel siketségéből adódóan nem érti világosan a környezetében zajló eseményeket. Bájos, barack rózsaszínű kosztümöt visel, nem illik a korához. Fekete háló köntösén óriási rózsák virítanak haja őszül, sminkje hangsúlyos, amely extrémen emeli ki értetlenségét elfedni igyekvő mosolyát. Lábaira ódivatú, zárt, barna félcipőt húz. A szoldinyak házas pár. Nárci szoldinyak, Kelemen István. Idősödő, ősz férfi. Fekete öltönyéhez fehér inget és sárga nyakkendőt hord. Megi szoldinyák, Kerkai Rita. Csinos fiatal nő, vöröses hosszú haját kibontva viseli. A szállodába türkisz kabátban érkezik. Később egy fekete, testhez álló badi és egy áttetsző köntös van rajta. A erős akcentussal beszél. Egyéb szereplők. Örnesz Rödion, a vátlánházas pár barátja, Keller János. Csúnyácska, középkorú férfi. Ruházata feltűnő. Extrém összeállítású ruhadarabjait időnként nőies kiegészítőkkel viseli. Frizurája bohém, nőies Nyakszírt ígérő haja fejtetőn magasra hátrafésült. Frufúja hosszú, a szemöldök ígér. Néha aranyszínű pilóta napszemiveget is visel. Sárlott, a vátlenházas pár szobalánya, Varga Lili. Fiatal, fekete hajú nő. Dús, egyenes haja a válláig ér, hófehér bőre erős kontrasztban áll sötét hajával. Sárlott szerepe szerint a szélső ajtó között siet át, kezében valamilyen háztartási tevékenységre utaló tárgyal. A színpadon való áthaladás közben fejét a nézőtér felé fordítja, száját széles mosolyra húzza. A mozgása olyan, mint egy felhúzott bábujé. Sárlott fekete, egyenes vonalú, széles, fehér manzsettájú és gallérú ruhát visel, lábain fekete félcipő látható. Ármándén a szerető, szintén vargalili. Fiatal, hosszú, szőkehajú nő. Hajkoronája félig felfogva is, dereka aláér. Apró mini szoknyája van, topja épp, hogy csak takarja melleit. Cipője magas sarkú, rózsaszínű, akár csak a ruhája sminkje erős, szempillái koron feketék és extrém hosszúak, egyszerű, jó indulatú lélek, aprókat lépkedve fenekét riszálva közlekedik a térben, kabátkája és bőröngye türkis színű. Viktor a szállodai boly, Benkő Kovács Gergő, 17 éves, magas fiatalember. A szállodai alkalmazottak egyenruháját viseli. Nadrágja fekete, felöltője tyúk lábmintás, a sapkája fekete-fehér csíkos. A sapka áll alatt egy gumival van rögzítve, fehér kesztyűben dolgozik. Klára a szobalány, Soltész Rita. A fiatal alkalmazott fekete-fehér tyúk lábmintás, újatlan ruhát és sárga kötényt visel, hajában sárga hajpán díszlik felügyelő, juhász illés. A középkorú férfi állik begombolt, hosszú, világos ballonkabátban és kemény kalapban látható. Nyakában rózsaszínű fényképezőgép lóg. Jérôme Kricsár Kamil, görnyed hátú idős ember, aki évtizedek óta a Rödion család szolgálatában áll. Az inas őszhaja kisé csapzott, feje tetejé ritkuló. A férfi fekete frakkot és szürke nadrágot visel. A szerzőről. Zsors Födó 1862-ben született Párizsban. Gyerekkorától a színház bűvületében élt. Kamaszként barátaival kis színjátszókört szervezett, amelynek darabokat írt, játszott az előadásokban, és rendezte is azokat. Feleségének vagyon a révén anyagi gondok nem gyötörték, energiáit teljes egészében a drámaírásnak szentelhette. 1892-ben egyszerre három darabját vitték színre a párizsi színházak, és hamarosan nevétől volt hangos a város. Ő lett a kacagás királya. Színműveit nem csak Franciaországban, hanem a világ számos pontján bemutatták és napjainkban is gyakorta játszák. Az ünneplések, a sikerek ellenére födő életen nem volt boldog, házassága igen korán megromlott. Miután elvált, vagyona elúszott a kártyaasztalnál, vagy épp barátaira, alkalmi szeretőire költötte. 1918 táján egyik szeretőjétől szifiliszt kapott, amely megtámadta idegrendszerét, így élete hátralévő éveiben lassan megőrült, végül egy idegszanatóriumban a halt meg 1921. június 5-én. A szerző testét a Párizsi Monmár temetőben temették el. Köszönjük figyelmüket, várjuk Önöket az előadáson, amelyet az AKU, az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért Egyesület tesz még élvezhetőbbé.